Némileg szokatlan képek díszítik a Boldogasszony kápolna falait. Férfiak és nők arcképei az ország minden tájáról. Ami közös bennük, hogy a lefotózott arcok mögött rejlő lélek már megélt pontosan egy évszázadot. Emberöltőkkel a 800 éves pannonhalmi bazilika felé alcímet kapta az a kiállítás, mely arra hivatott, hogy bemutassa, egy százesztendőt megélt hosszú élettörténetből is egymás után 8-ra van szükség ahhoz, hogy képzeletben visszatérjünk oda, ahol a bazilikái elkezdődött. A spiritualitás nélkül nem tud közösségekhez kapcsolódni, és ha nem tud közösségekhez kapcsolódni, akkor teljesen egyedül van, olyan stressz hatások érik a társadalomba, ami gyakorlatilag elviselhetetlen. Tehát az, aki individualistának mondja magát, az is igazából egy közösség tagja, egy egyszemélyes közösség tagja, és azt képzeli magáról, hogy ő úgy viselkedik, mint egy közösség. Tehát nem ismerünk olyan embert, aki igazán egyedül lenne, és nem úgy viselkedne, mint ahogy egy közösségben kell. Ez 2 millió éves genetika okozza, ezen nem, ahogy van 2 kezünk, 2 lábunk, és senki nem csodálkozik ezen, ez a közösséghez való tartozás igénye, ez ugyanilyen ősi tulajdonság. Itt már Margit néni csodálkozik rá saját kiállított arcképére. 5 férfi és 3 női portré tekinthető meg a kiállításon. A munka Balázs Attila fotográfus elmondása szerint egy igazi csapatmunka volt, amelyben mindenkinek megvolt a saját feladata. Elsőként fel kellett kutatni azokat a 100 éves embereket, akik szívesen részt vettek ebben a nem mindennapi vállalásban. Nagyon sokat tanultam, érdekes módon saját magamból is. A 100 éves emberek olyan 100 éves emberekkel találkozva, olyan életszemléletekkel, meg olyan életfilozófiákkal találkozhattam, ami ez sokkal előrébb mutat az én 55 évemen. Ezek az emberek majdnem 2-szer annyit éltek. És volt az életükben háború, dráma, és szökés, munkatábor, egyszerűen ledolgozott 60 év a legváltozatosabban, és mindenki kivétel nélkül optimistán, még a jövőbe tekintően, még például Nagy Ferenc, anélkül, hogy bárkit... Még tervekkel van tele. Virágvölgyi István, a kiállítás kurátora, arra ösztönöz ajánlójában, hogy próbáljunk meg kilépni saját korlátaink közül, és ebből az évszázadokon át átívelő perspektívából tekintsünk korunkra, saját életünkre. Ez majd segít eligazodni, segít megítélni, hogy mi a fontos, minek van jelentősége, és mi az, ami maradandó. Egész életemben lényegében egészséges voltam. Komoly betegségem semmi nem volt. És egész életemben, hogy úgy mondjam, munkás életet éltem, elektromérnök vagyok, és ahogy mondtam az elején, ehhez már szerencse is kell, hogy ebben a korban, ilyen fizikai állapotban, és talán kimondhatom, szellemi állapotban is ezt a kort megérje. A kiállítás pannonhalmán előreláthatóan november közepéig látogatható.